Az életveszélyes fűtőberendezések kiszűrése a cél. Évvégéig kell ellenőriztetni a kazánok műszaki felülvizsgálatát. 2017-re teljesen eltűnnek a papírból készült jegyek és bérletek. Aláírták a fővárosi elektronikus jegyrendszer kivitelezéséről és az üzemeltetésről szóló szerződést. Megközelíthető a kerekesszékkel vagy babakocsival. Akadálymentes budapesti épületeket és közterületeket jelöl az internetes akadálymentes térkép. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Elindulhat a fővárosi elektronikus jegyrendszer kiépítése. A kivitelezésre és az üzemeltetésről szóló szerződést ma írta alá a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója és a fejlesztés megvalósításáért felelős német cég vezetője. Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével 2017-re teljesen eltűnnek a forgalomból a papírból készült jegyek és bérletek. Összesen 800 beléptető kaput állítanak fel a metró és HÉV megállókban. Emellett az összes felszíni járművet felszerelik majd érvényesítő berendezésekkel. Ma még papírra nyomtatott jegyeket kell érvényesíteniük az utasoknak ahhoz, hogy a metrókon, villamosokon vagy buszokon utazhassanak. A mozdulat néhány év múlva is hasonló lesz, a papírjegyeket azonban felváltják a csipkártyák. Az elektronikus jegyrendszer bevezetéséről és 5 éves üzemeltetéséről szóló szerződést szerdán írta alá Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója, és Mátyás Águsztinyák, a fejlesztés megvalósításáért felelős német cég vezetője. Tarlós István főpolgármester szerint az idő alapú jegyrendszer bevezetése komoly lépés a budapesti közlekedés szervezésében. Mint mondta, a rendszer kiépítése 2015-ben kezdődik el. 2017-ig mintegy 800 beléptető kaput állítanak fel a metró és HÉV megállókban, emellett az összes felszíni járművet, így a buszokat, trolikat és villamosokat is felszerelik majd az érvényesítő berendezésekkel. Hogy lehessen érzékelni a feladat nagyságát, körülbelül 2500 buszon, trolin, villamoson körülbelül 10 000 ilyen érvényesítő berendezés lesz. 1,5 millió olyan csipkártyát fogunk kibocsátani, ami névre szóló, de anonim, és körülbelül 9 millió név nélküli rövidebb lejáratú csipkártyát, amely elsősorban az ide látogatók, vidékiek, külföldiek, turisták céljait hivatott szolgálni. Az új rendszer kényelmesebb lesz, a kártyákat és a jegyeket az interneten keresztül is meg lehet vásárolni. A csipkártyákhoz a budapestiek ingyen juthatnak majd hozzá. Amikor arról beszélünk, hogy megszűnik a papíralapú jegyrendszer, akkor egy ütemes, több lépcsős bevezetésben kell gondolkodni. Először a bérleteket fogják kiváltani csipkártyákkal, méghozzá mindenek előtt a rendszerben dolgozók kapják meg ezt a lehetőséget, aztán általában a bérletvásárlók, és legutolsó lépésben az elektronikus jegyeknek a használói. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni ez a csipkártya, amivel működtethető a rendszer. Első alkalommal minden budapesti ingyen kapja meg ezt a csipkártyát. Az elektronikus jegyrendszer kiépítését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 16,2 milliárd, a fővárosi önkormányzat pedig 5,3 milliárd forinttal támogatja. A számítások szerint ezek a költségek 8 év alatt megtérülnek majd. Jelentős támogatáshoz juthatnak a középiskolás diákok az útra való ösztöndíj program révén. A kormány mintegy 1,8 milliárd forinttal összesen 11 ezer diákot támogat a pályázat középiskolai és érettségi alprogramja keretében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára elmondta, az út a középiskolába és az út az érettségihez alprogramban 5500-5500 diák kap segítséget tanulmányaihoz. A juttatás összege elérheti akár a havi 15 ezer forintot, az elmúlt tanévben mintegy 14 ezer diákot segítettek, és 7700 mentor működött közre a programban. Évvégéig kell megrendelniük a lakástulajdonosoknak és a társasházaknak az 1981 előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett kazánok és csatlakozó vezetékek műszaki felülvizsgálatát. Az ellenőrzés lassítja, hogy a főgáz szakembereit sok lakásban nem engedik be a tulajdonosok, pedig a műszaki felülvizsgálattal az életveszélyes készülékeket szeretnék kiszűrni.
A legtöbb lakásban már bekapcsolták a fűtést. Ez az idős férfi azt mondja, minden fűtési szezon előtt ellenőrizteti a gázkészülékét. Fontosnak tartjuk, mert gázról van szó, ami az ismert, hogy veszélyes, és szeretünk biztonságban élni. A szakemberek szerint évente egyszer minden gázkészüléket meg kellene vizsgáltatni. Ha a tüzelőberendezés nem működik megfelelően, könnyen visszaáramolhat az égéstermék, ami akár halálos mérgezést is okozhat. Idén csak szeptember 1-e és október 6-a között már 15 szénmonoxid mérgezéses esethez kellett kivonulniuk a fővárosi katasztrófavédőknek. 6 ember, köztük egy gyermek került kórházba, egy ember pedig meghalt. A tragédiák megelőzését célozza egy tavalyi rendelet is, amely előírja a gázkazánok műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra azért van szükség, mert nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy átalakítják magát a lakást, vagy éppen hozzányúlnak a gázvezetékrendszerhez, vagy új gázkészüléket építenek be, anélkül, hogy megkérdeznének erről szakembert, illetve tervet készítenének erről. Ezek rengeteg olyan problémát rejtenek magukban, amelyek esetlegesen a családi házban, társasházban lakóknak az életét, illetve a vagyonát is veszélyeztetheti. Ezeket az eseteket mindenféleképpen fel kell tárni. A rendelet szerint először az 1981 előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett kazánokat kell ellenőriztetni. A felülvizsgálatot december 31-ig kell megrendelniük a háztulajdonosoknak és társasházaknak. Ezt a szakemberek legkésőbb jövő év végéig elvégzik. A felülvizsgálat határideje eredetileg ez év szeptembere lett volna, de a főgáz munkatársai sok lakásban nem tudtak bejutni. Ami nagyon nagy problémát jelent számunkra, hogy a gázkészülékeknek a felülvizsgálat még meg is rendelték az ügyfelek, de nagyon-nagyon sok esetben nem biztosították annak a lehetőségét, hogy a kollégáink, illetve megbízottjaink elvégezzék ezt a munkát. Tehát, hogy amellett, hogyha megrendelik, akkor már azt gondolom, hogy mindenféleképpen törekedjenek arra az ügyfelek, hogy biztosítsák a bejutási lehetőséget. A főgáz szóvivője azt mondja, a felülvizsgálatot érdemes minél hamarabb megrendelni. Több alkalommal előfordult már olyan, sajnos, hogy a téli időszakban kellett még egy társasháznak a gázszolgáltatását megszüntetni. Bálint Norbert szerint a hasonló helyzetek elkerülhetők, ha valaki időben kéri a műszaki ellenőrzést. Nem kell itt rögtön arra gondolni, hogy valakinek mondjuk az élete forog veszélyben, hanem arra is lehet gondolni, hogy esetlegesen a gázkészüléke vagy a gázvezetéke a téli időszakban hibásodik meg, és akkor megszűnik a gázszolgáltatás, nem tud melegíteni vizet, nem tud fürdővizet előállítani, nem tud fűteni a lakásban. A felülvizsgálatot személyesen telefonon vagy elektronikusan lehet kérni a főgáz ügyfélszolgálatain keresztül. Az ellenőrzést csak megfelelő minősítéssel rendelkező szerelő végezheti el. Rekorddal indult az ősz az ingatlanpiacon. A Duna House adatai alapján szeptemberben több mint 10 000 ingatlan adásvétel történt. Így ez volt az elmúlt 5 év második legerősebb hónapja. A becslések alapján az idei összforgalom eddig megközelíti a 74 000-et, ami már 17%-os erősödést jelent a 2013-as azonos időszakkal összehasonlítva. Az élénkülés elsősorban az alacsony árakkal és a kedvező hitelekkel magyarázható. Elemzők szerint negyed évente legfeljebb 1-2%-os árnövekedés várható. Mostantól az interneten keresztül bárki tanulmányozhatja, hogyan fejlődött a főváros a 18. század elejétől a 20. század közepéig. Egy különleges projekt keretében összesen 30 régi térképet digitalizáltak, minden kép koordinátához GPS koordinátákat rendeltek, így összehasonlíthatóak a korábbi és az aktuális állapotok. A régi térképek alatt friss térképek vannak, ennek köszönhetően pontosan be lehet határolni, akkoriban mihol helyezkedett el. Akadálymentes budapesti épületeket és közterületeket jelölnek egy új ingyenes internetes térképen. Ennek segítségével a mozgáskorlátozottak vagy a babakocsival közlekedők meg tudják nézni, hogy például az a bolt vagy közintézmény, ahová el szeretnének jutni, megközelíthető-e kerekes székkel. Az akadálymentes térkép üzemeltetője Bodó Péter elmondta, 1-2 éven belül az ország összes nagyvárosáról készülhet hasonló térkép. A MOM kulturális központ teljes egészében akadálymentes, még a Barabás villa csak részben. Ezt jól jelzi az akadálymentes térkép, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy segítségével a mozgáskorlátozottak vagy a babakocsival közlekedők meg tudják nézni, hogy például az a bolt vagy közintézmény, ahová el szeretnének jutni, megközelíthető-e kerekesszékkel vagy babakocsival. A kisgyerek apukájaként azt vettem észre, hogy babakocsival nehezen tudok
eljutni oda, ahova régebben egyszerűbben ment, és aztán tovább gondolva a dolgot, és beszélgetve mások rájöttem, a kerekesszékeseknek ez sokkal húzbavágóbb problémát jelent. És ugye az ő közlekedését próbálja segíteni az akadálymentes térkép.hu. Ez egyrészt a helyek akadálymentességi információi rajta vannak, hogy járható segítsége, járható vagy nem járható egy hely számukra, illetve az oda vezető utak, járdaszakaszok akadálymentessége is. Az akadálymentes térkép még nem teljes, egyelőre a belváros forgalmasabb területeit jelölték be az ingyenes internetes térképen. Augusztus 9-én szerveztünk kerekesszékes és épp önkéntesekkel egy közös térképezést a belvárosba. Ez a belváros egy viszonylag nagy szeletét lefette, illetve azóta kiderült, hogy sokaknak vannak korábbi felmérésből adatai, amit szívesen átadtak, így például Vász teljes városát a járható.hu Radnai Bertalan átadta a feldolgozásra, illetve most szombaton lesz Győrben egy térképezés a helyi önkéntesekkel. A térkép folyamatosan bővül, frissül. A feltérképezéshez csatlakozó önkéntesek egy alkalmazás segítségével, mobiltelefonjukkal automatikusan rögzíteni tudják az útvonalat, ami haladnak, így az anonim módon gyűjti a bejárt és járható útvonalakat. Van egy manuális visszacsatolási lehetőség, ahol bárki jelenthető, hogyha valahol akadályok vannak, az útminőség nem megfelelő. Ennek a szerkesztő felete ez még készül, ez kialakítás alatt van. Másrészt automatikus adatgyűjtést is végezni fogunk a kerekesszékesek mobiltelefonjaival. Így gyűjtjük a GPS, tehát a hely adatokat és a telefonokban lévő gyorsulásmérő szenzorok adatait is, így azt is tudjuk, hogy mennyire rászkodik ott az út, illetve járdaszegélyen hirtelen ledöccenés van, vagy ütközés, ezt is fel tudjuk mérni. A városban 60-70 ezer mozgáskorlátozott él, közülük legalább 10 ezeren használnak kerekesszéket. Magyarországon eddig nem volt olyan térkép, amelyen jeleznék, hogy az épületek és az oda vezető utak akadálymenteseke. További segítséget nyújt a közeljövőben a térképhez tartozó útvonaltervező is. Egyelőre még nem túl ismert, fejlesztés alatt van, de akik használják, azoktól olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy ez egy nagyon fontos dolog számukra. Hétről hétre elég nagy idő és pénzveszteséget jelent az, hogy nem tudják megbízható módon tervezni az útvonalaikat, és ez néha rendkívül kínos, szerencsétlen szituációkhoz vezet, például hivatalos ügyintézés megbeszélt időpontra, de akár csak gondoljunk a illemelyek hozzáférhetőségére, vagy egy pohár víz, vagy egy szendvics megvásárlására. Tehát ez sokszor elég komoly problémát jelent. Az akadálymentes térkép alapítója elmondta, egy-két éven belül az ország összes nagyvárosáról készülhet hasonló térkép. Olcsóbban lehet tankolni péntektől, a MOL 4 forinttal csökkenti a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát, így egy liter átlagosan 415-416 forintba kerül majd. A 95-ös benzin átlagára továbbra is 412-413 forint marad. A MOL legutóbb szeptember 26-án változtatott az árakon, akkor a benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát is bruttó 3-3 forinttal csökkentette. Az autósok 15-25 forintos különbségeket is tapasztalhatnak a kutaknál. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!